Itt vagyunk a Sándor Palotánál, a pedofil simogató Novák Katalin köztársasági elnök hivatalánál. Orbán Viktor tegnapi bejelentésében egyértelművé tette, hogy Novák hibázott, és távoznia kell, amiért elnöki kegyelemben részesítette a bicskei pedofil segédet. Itt van a kezemben egy kötek Selyem Zsinór, Orbán Viktor Selyem Zsinórja, amelyet mi, a Demokratikus Koalíció fiataljai személyesen hoztunk el a köztársasági elnöknek. Úgy döntöttünk, hogy nem várunk a miniszterelnökre, és mi hozzuk el ezt a Selyem Zsinórt, aminek a szimbolikája az önkéntes lemondás. Annó a török szultánok küldték meg ezt azon embereiknek, akikkel elégedetlenek voltak, és a lemondásukat kívánták. A pedofil simogató Novák Katalinnak most már csak egy dolga van. Fogadja meg Orbán üzenetét, távozzon azonnal. És kérjen bocsánatot a bicskei pedofil igazgató áldozataitól. Amíg ez nem történik meg, a Demokratikus Koalíció folytatni fogja az országos akcióit. Továbbá arra kérnénk mindenkit, hogy csatlakozzon a Demokratikus Koalíció Novák Katalin távozását követelő online petíciójához, amit már több, mint 30 ezeren írtak alá. A magyarok nem szégyenkezhetnek tovább államfőjük miatt. Novák Katalinnak mennie kell.